Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egonnal programját látják, az Index és az ATV közös podcastjét. A mai vendégem grafikus eredeti végzettségét tekintve, már ha az végzettség, erre érdemes lehet pár mondatot majd áldoznunk, de aztán most már önkormányzati képviselőként működik, de leginkább pártelnökként ismeri, Kovács Gergő, a Kétfarkú Kutya pártelnöke. Örülök, hogy itt vagy. Köszi a lehetőséget. Grafikus vagy? Ez szakma szerint kimondható rád, vagy úgy működsz? Végzettségem nincsen. Ugye én azt csináltam, hogy nagyon sok egyetemi szakot elkezdtem, és mindegyiken csak másfél évet jártam ki, és akkor emiatt az összes ilyen bevezetés a valamibe című tantárgyat elvégeztem. Hát a legfontosabb részei megvoltak. Pontosan, tehát én úgy tudok tenni, mintha értenék egy csomó dologhoz, miközben semmihez sem értek, és hát nyilván ezért lettem politikus. Jó dolog politikusnak lenni? Hú, ez egy jó kérdés. Az a része nehéz, hogy valószínűleg most már ezzel fog telni az egész életem, és ezen pont valamikor, pár hónapja gondolkodtam el, hogy ennek mondjuk vége valószínűleg nem lesz, és azért ebből a szempontból furi. Amúgy meg érdekes, bár ugye ez egy kevés ilyen párt van talán, ami úgymond véletlenül alakult, tehát én nem akartam pártot csinálni, amikor ez 2006 táján elindult, hanem így belesodródtam, mi alapvetően ugye vicces plakátokat, vagy tehát viccesnek szánt plakátokat csináltunk Szegeden, meg átragasztottunk mindenféle egyéb plakátot, és nekem nem tűnt őszintén komolyabbnak a 2006-os ingyensörös kampány, mint amikor sérvet árultunk, vagy gázkészülék elrontást hirdettünk. Aztán valamiért úgy tűnt, hogy az embereket mégiscsak ez egy kicsit jobban érdekli, és akkor aztán belekeveredtem ebbe az egészbe. És hát igazából 2016 a választó vonal abból a szempontból, hogy odáig nagyon kevesen csináltuk a pártot, így főként én vagy, akivel épp egy albérletbe laktam, vagy aki épp a barátnőm volt, tehát én elég esetleges volt a tagságnak nevezhető valami. És akkor 16-ban lett az, hogy akkor úgymond kinyitottuk a kapukat, hogy jöjjön, aki akar, onnantól vannak passzivista találkozók, stb. És hát akkor itt kiderült, hogy valamiért nem mindenki vicces plakátokat akar csinálni, hanem ilyen hülyeségeket, hogy nem tudom, szociális dolgokkal foglalkozni, vagy zöld ügyekkel, vagy városfelújítás, vagy egyebekkel. Volt, aki komolyan vette. És igen, azt hitték, hogy tényleg ez egy ilyen komoly dolog. És akkor igazából nekünk most arra ez lett a legnagyobb meló, meg a alkalmazottaink ideje, vagy nem is tudom, feladata, az tényleg ez, hogy ha már ugye hozzánk kb. 8000 ember jelentkezett így az elmúlt 2-3 évben, hogy lenne passzivista, és én úgy látom, hogy mondjuk ugye a 2/3, a 3/4 tényleg csinálna valamit, tehát ők is abszolút félreértették a passzivista kifejezést. És akkor azóta nekünk azért az lett a menünk nagy része, hogy akkor megteremteni ezt a keretet vagy hátteret, nem tudom, hogy a maximális segítséget meg tudjuk adni, ha tényleg bármit, és most már olvasóköre van a kutyapártnak, meg balettcsoportja van a kutyapártnak. Milyen van? Balettcsoport, ez a gyakorlatban 4-5 korosodó pocakos férfit jelent, akik néha valami fajta balett. Fehér nadrágban, ahogy van kell. Ez a, igen, ez a tütű, vagy hogy hívják, ez a... Igen, bár talán a nőknél van inkább, de hát ja. Igen, ennyire értették félre a balettot. Meg túracsoport van, tehát igazából tényleg azzal, hogyha bárki akar szinte bármit, ami esetleg ne adj Isten közösségépítő, vagy van valami értelme, vagy ne adj Isten vicces, akkor igyekszünk neki segíteni, hogy akkor megtegye. A passzivisták, ők tagok? Tehát azt lehetne mondani, hogyha úgy akarnátok, akkor lenne 8000 tagotok? Elképzelhető, mi egy más utat választottunk a tagsággá válás útján, mint a többi párt. Egyébként szerintem mind a kettőtök valid. Ugye egy ilyen sima pártba úgymond bárki beléphet, és akkor van egy jó nagy tagság. Mi viszont azt gondoltuk, hogy talán szerencsésebb, és ez egy kicsit ilyen elitista talán, hogy azok döntsenek a pár dolgairól, akik valóban érdemben dolgoznak benne és csinálják, és ezért nem van egy ilyen feltétel, hogy mondjuk legalább egy évig érdemi szervező munkát kell végezni, és akkor utána, ha a tagság megszavazza, lehet az illető tag, és akkor ezért vagy nekünk csak, nem is tudom pontosan mennyi, de szerintem 70 pár tagunk van. És elég nagy a hatalma a tagságnak, mert ugye sajnos elmúlt már a diktatúrám, a egyszemélyes diktatúrám, és most igazából a tagság dönt. Ennyi emberrel nem lehet egy albérletben lakni. Attól függ, hogy ki vagy, igen, de nekem nem. Bár ott a Béla Király úton volt egy kb. Hasonló létszámú bevándorló csapat. Na igen. Viszont az, hogy te önkormányzati képviselő lettél, az óhatatlanul azt hozta, hogy kénytelen voltál komoly dolgokkal is foglalkozni. És azon a szinten is, hogy nem valakinek az ötlete mondjuk valami szociális támogatás, hanem neked ez a munkád. Bevallom, az elején próbáltam viccelődni az első testületi üléseken, amikor ugye én 2019-ben kerültem Hegyvidéki Önkormányzatba, és akkor ott ült
18 unott fejű ember, aki ilyen végtelen unalommal hallgatta, hogy én viccelődök, és közben tudtam, hogy ezt más nem is fogja hallani, hiszen egy testületi ülést ugye nem szoktak a kedves blakkuk meghallgatni. Ez emberileg érthető, bár lenne közünk hozzá. Igen, bár egyébként a 12. kerület ebben talán vezető Budapesten, hogy milyen kevés és rövid. Tehát nálunk nagyjából 5-6 testületi ülés van egy évben, és ezek mondjuk, ha azt mondom, hogy átlagosan 2 óra hosszúak, akkor nem mondok rosszat. Ferencvárosban hetente van egyébként egy nagyjából 12 órás testületi ülés, tehát nálunk nem olyan vészes. Igen, és akkor az lett, hogy akkor igen, elkezdtük jobban megnézni a helyi ügyeket, közbeszerzéseket, ingatlanadásokat, civil pályázatokat, stb. És akkor így elég hamar észre lehetett venni, hogy ezek nem néznek ki a legjobban, és nyilván én nem akarok olyan állításokat tenni, amiket egyébként mondjuk akarnék, mert úgy gondolom, de az biztos, hogy azt lehet mondani el az önkormányzatról, hogy nagyon sok területen igyekszik a versenyt, amennyire lehet csökkenteni, hogyha mondjuk közbeszerzésekről, vagy mondjuk ingatlan értékesítésekről van szó. De ezt annyira kell érteni, hogyha mondjuk ingatlan értékesítést előre tudod, hogy ki fog nyerni? Volt rá példa, volt egyébként az egyik Hegyalja úti kisboltot elkezdte árulni az önkormányzat, és mivel a leendő vevő bement a korábbi tulajdonoshoz, és jelezte neki, hogy övé lesz ez a ingatlan, pedig még ki se írt a licitre az önkormányzat, és ugye ez hozzám is eljutott. Ott lehetett tudni, és egyébként ott ki is raktuk ez a Gyelán Zsolt nevű CBS ember, aki ott a tulajdonos lett, és ott ki is raktuk a fejét egy ilyen nagy plakátra már előtte ezzel a tudom mit veszel idén nyáron filmplakátszerű szöveggel. Egyébként egy nagyon vicces, hogy random Marika néni sokkal, sokkal ügyesebben tud ingatlant árulni, mint mondjuk a 12. kerület. Ugye random Marika néni mit csinál? Felrakja azokra a weboldalakra, amiket nézni szoktak, akik ingatlant akarnak venni. Ingatlan.com-ra meg nem akarom ezeket felsorolni. A 12. kerület ugye azt csinálja, hogy nemhogy nem rakja fel ezekre a weboldalakra, hanem eleve fizetned kell azért, hogy megnézhesd egyáltalán a licit csomagot. Ugye ez pár tízezer forint, de amikor az van, hogy te keresed egy 12. kerületű, itt egy 60 négyzetméteres lakást, akkor fogsz találni pár tucatot ugye ingyen fotókkal ezeken az ingatlanos weboldalakon. És ezért, hogy megnézhesd ezt a 61-et vagy 51-et, ezért meg fizetsz. Külön fizetned kell, de úgy, hogy fotókat se látsz előtte. Na most ezzel ugye a vásárlók 99%-át egyébként el lehet riasztani, de van, amikor ez nem elég. Tehát amikor ilyen nagyobb, ilyen milliárdos telkeket árulnak, akkor ez sajnos az a baj, hogy az ingatlan befektető cégeknek vannak arra emberük, hogy ezeket nézze, ezeket az önkormányzati weboldalakat, és hogy megvegye a licit csomagot és megnézze, de semmi gond, ilyenkor is van megoldás, tehát lehet olyan feltételeket kitalálni az adásvételi szerződésekben, ami a maradék embert is elriasztja. Ez egyébként jellemzően azt szokták csinálni, hogy nagyon sok ilyen értékesebb telek eladásánál az adásvételi szerződésben olyan kitétel van, hogy az önkormányzat elállhat igazából indoklás nélkül mondjuk 2 éven belül a adásvételi szerződés megkötése után az egész szerződéstől. Na most ugye ki a fene akar úgy pénzt rakni valamibe, hogy aztán 2 év múlva lehet, hogy úgy, hogy van, vissza kell adnod, ráadásul az infláció mentes vételára, tehát nem lesz az megnövelve, az inflációval kell visszafizetni az önkormányzatnak, tehát ugye a mai helyzetben gyakorlatilag buksz lehet a 10-20-30%-ot, ha úgy gondolja az önkormányzat. És 2 évig nem is tudok vele semmit csinálni, mert hát mi van, ha visszakérik? Pontosan. És közben mit ott a daru? Igen, de ráadásul még olyan is volt, ahol egyszerre el is várták volna, hogy te ezt 2 éven belül újítsd fel. Miközben 2 év múlva megelállhat az önkormányzat. De mondok egy másik példát, most például elkezdték értékesíteni a Normafa úti óvodának az egyik tag óvoda üres épületét, az a Őzike út sarkán van, nem kár érte egyébként egy ilyen szocializmus alatt épült olyan stílusú épület. És ott például azt jelent az önkormányzat, hogy jelenleg itt nem lehet lakófunkció. És ugye emiatt nem túl értékes úgymond a telek, mert hát nyilván ott a hegyen nem kórházat akar valaki építeni, vagy iskolát, hanem valami lakóparkszerűséget. És az önkormányzat le is írja már ott a hirdetésbe, hogy hát van egy terv, hogy ez majd lehetne persze lakófunkció, de ezt ő most nem csinálja meg. Külön leírja, hogy nem is ígéri, hogy valaha meg fogja csinálni. De közben kacsint, mert hogy leírja, hogy lehet. Hogy így lehet, és tök jól nézne ki, mert akkor itt lenne, nem tudom, 15%-os beépíthetőségű lakófunkció, lehet, hogy 10 vagy 20, ezt most nem tudom fejből, és akkor így vedd meg
több száz millió forintért, hogy majd, ha akarja az önkormányzat, megteszi, hogy te ide építesz. Na, de aki valami. Megveszi, az tudja, hogy neki kacsintottak, nem? Valószínűleg igen, és ugye amikor a megfelelő vevőhöz kerülnek, ezek az szerintem előre kitalált megfelelő vevőhöz kerülnek, akkor természetesen nem áll el egyébként két év múlva az önkormányzat, meg nem vonja vissza az egészet, tehát nem fog csinálni semmit, nem érvényesíti ezeket a szörnyeket. Na, de ez hogy működik? Te ezeket látod, mondjuk szólsz az önkormányzatnál, hogy de hát ez így nem jó. És akkor hogy néznek rád, vagy mit válaszolnak, vagy mi történik? Hát túl sokat nem, mert ugye ez jogilag rendben van. Tehát azokat a feltételeket, ami kötelező, hogy mondjuk két hétig szerepeljen a licit hirdetések menüpont alatt, ezeket teljesíti az önkormányzat, és ugye az ember ilyenkor nyilván jogi választ kap. Na de azt a kérdést feltenni, hogy miért ennyire adjuk, hogyha adhatnánk sokkal drágábban is piaci módon rendesen meghirdetve egy ingatlanos portálon, hát ez egy... Ez egy valid kérdés. Nem nagyon van érdemi válasz ezekre. Tehát, hogy ők így szokták, hogy ez törvényes. Egyébként pont azt, ez is elég vicces volt, mert 3 évig mondtuk, hogy tegyék fel ezekre az ingatlanos weboldalakra, és ez sikerült, egy évvel ezelőtt feltették, az egyik csomagot, de úgy, hogy nem volt fotó, nem volt leírás, és ugye, hogy oda volt írva, hogy 30 ezer forintért megmutatjuk neked, hogy miről van szó. Tehát ez a halottnak a... Na de na ugye, tehát fölrakták. Igen, csak fotók nélkül, szóval tegyen olyan, mint egy kabaré. És tényleg az is van, tehát, hogy miközben ezek, én állítom, hogy tényleg nagyon olcsón mennek, tehát konkrétan látni, hogy amikor mondjuk a Széchenyi hegyen a 12. kerületi önkormányzat nagyjából 100 ezer forintos négyzetméter áron ad el mondjuk egy telket, mondjuk a hegyhátúton, a főváros egy 100 méterre levő 200-es négyzetméter, tehát dupla áron árul, ezek látszódnak. És ugye azt is ugye meg lehetett tudni, vagy el lehetett kérni, hogy hány érvényes ajánlat érkezik ezekre a hirdetésekre, és nagyjából a 3/4-nél egy érvényes ajánlat érkezik, ami azt jelenti, hogy kikiáltási áron viszi el a vevő. Egyébként maga, ha esetleg több ajánlat érkezne, akkor is elég furcsa a dolog, mert utána lesz egy licit, ami viszont személyes. Na most a fővárosnál az online egyébként. És a végrehajtóknál is egyébként már még ott is sikerült megugrani, hogy ez online legyen. Értelemszerűen, ha a lehetséges vevők egymással tudnak beszélni és kávézni, és megbeszéltik, hogy figyelj, adok 1 millió, de akkor ennyi, tehát ezeket nyilván nem kéne, hogy tudjanak egymásról. Közbeszerzéseknél egyébként például ez egy kitétel is a meghívásosoknál, hogy ne tudhassanak egymásról a szereplők, hogy ne beszélhessék meg ugye, hogy mi legyen. Ez valami 12. kerületben nem sikerült. Sokat tanultál a politikáról, amióta önkormányzati képviselő vagy? Hát politikáról talán annyira nem, inkább ezekről, ami mondjuk a közbeszerzésekkel, vagy pályázatokkal kapcsolatos dolgok. Ez a politika. Jó, igen, akkor csak, hogy nem a pártpolitika, vagy nem tudom melyik része. Egyébként tényleg az, hogy ezek nem bonyolult dolgok, bárki képes megérteni. Nyilván nekem is voltak, akik segítettek, tehát nyilván aki nem jobban ért egy közbeszerzéshez, vagy bármihez, egy rendelethez, akkor segített, tehát én tudtam kihez fordulni szerencsére. És ezek tényleg nem túl mély, meg bonyolult dolgok, viszont az igaz, hogy valóban sok rétű, tehát van lakásrendelet, meg szociális rendelet, meg vannak a zöld ügyek, tehát azért inkább ez benne az érdekes. Te polgármester szeretnél most ott lenni. Igen, lélekben már az is vagyok. Ez nagyon dicséretes. De mi változik, hogyha te polgármester leszel? Mert hogy a testületet nem valószínű, hogy a kétfarkú kutyapárt biztosítja számodra. Tehát ugyanazok az unott arcok ott fognak ülni, mondasz egy vicceset, és néznek vissza lehet, hogy mit akar a polgármester úr. Aha. Hát itt azért nehéz, mert a legfontosabb dolgok, amiket csinálni kéne, az hogy nem csinálni azokat a dolgokat, amiket a mostani vezetés csinál, akár mondom a közbeszerzéseknél, vagy az ingatlan értékesítéseknél, tehát ez szerintem több százmillió forint veszteség évente. Ugyanígy, hát amit én látok, hogy ami a legtöbb embert zavar, az a lakópark építések a 12. kerületben, ez nyilván csak kerületi probléma, tehát ugye azt a levegőt szívogatja mindenki egész Budapesten, ami átmegy azon a kerületen, meg jön esetleg azokból az erdőkből. De itt is nagyon nehéz mit mondani, mert itt is igazából az a lényeg, hogy nem kéne azt csinálni, amit eddig csinált az önkormányzat. Tehát sok esetben nemhogy akadályozni próbálta volna, hanem épp hogy segítette volna. Ennek nálunk egyébként az volt a tipikus formája, bár egyébként lassan elfogytak ezek az ingatlanok mostanra, hogy ott elég sok bezárt intézmény volt a 12. kerületben, ezek jellemzően volt gyerekkórház, tüdőszanatórium, hasonlók. Ennek az a fő oka, hogy a TBC-t ugye nagyon sokáig nem igazán tudták hogyan gyógyítani, és a jó levegő volt az egyetlen, és akkor oda pakolászták ezeket, ezek ugye bezártak mostanra. És
és ezek úgynevezett intézményi övezetben vannak alapvetően, ahol nem lehet lakófunkció, és egy elég nagy beépíthetőségű, ami egyébként érthető, mert nyilván egy iskolának nagyobb terület kell, egy kórháznak nagyobb területke. Hogyne. Csak utána ugye azt csinálja az önkormányzat, hogy nem azt csinálja, hogy átminősíti klasszikus környéknek megfelelő 10%-os beépíthetőségű lakóvezetbe, hanem meghagyja ebben a úgynevezett vegyes intézményi zónában, miközben egy olyan alkategóriába rakja, ahol viszont jóval nagyobb a beépíthetőség, mint egy sima lakóvezetben. És ezért tudnak, tehát ami az Ötvös út alján épül, amit elég sokan haragszanak, lakópark, ami egyébként a MKB-nek volt 21 milliárdos jelzáloga, tehát így a tulajdonos sejthető annak ellenére, hogy elveg egy angol befektető csoport. Szóval ezeket azért lehet megcsinálni, mert ezeket MKB, mint Mészáros Lőrinc? Hát most már bankholding nyilván, igen, ez még akkor volt. Amivel én még látom, hogy sok embernek baj van, az maga az, hogy tehát jó energia önkormányzat, ami mondjuk így beszél a lakókkal. Én a legtöbb kritikát tényleg azért hallom, mert hogy tudod, kérdezel valamit az önkormányzattól és a lakó, és akkor megkapod 15 nap múlva, ugye ők 15, nekem mindig 30 nap múlva válaszolnak, mert én képviselő vagyok. Tehát megkapja 15 nap múlva a lakó azt a választ, hogy mondjuk miért nem tartozik ez az önkormányzatra. És akkor itt így, és itt a legtöbb ember úgy van vele, na jó, hagyom az egészet a fenébe. De egy csomó dolog ma már nem tartozik az önkormányzatra, valóban. Igen, na és ennek egyébként van egy tök jó megoldása, van a járókelő.hu, ugye, ami kicsit olyan, mint nekünk a rendkívül ügyek minisztériuma, ugye bejelentett bárki problémákat, és akkor ők pont ezt csinálják egyébként, hogy elküldik az illetékes szerveknek, és nyomon lehet követni, hogy hol tart, ki mit válaszolt, stb. Ez egyébként integrálható önkormányzat weboldalába, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden ügyet végig lehetne követni, hogy éppen hol tart, meg ki mit csinált vele. Hát ezt még lehetne bővíteni, mert egyébként itt vannak olyan pontok, ahol meg be lehetne vonni a lakókat. Tehát ha mondjuk az van, hogy nem tudom, és akkor ez most már az önkormányzat kutyapártosítása végső soron, de hogy azokat az önkéntes energiákat, amik mondjuk a 12. kerületben egyébként láthatóan vannak egy csomó emberben, hogy szeretnék segíteni akár városfelújítás, vagy szociális, vagy bármilyen területen, azokat ide be lehetne csatornázni. Tehát hogyha olyan jellegű, most nem arra gondolok, hogyha eltörött a főnyomócső, akkor ez valószínűleg nem menjen ki a bácsi, és ott nem tudom, tegyen rá egy vicces matricát. De hogyha tényleg apróságokról van szó, hogy mondjuk nem tudom, lepukkant egy pad vagy valami, akkor egy bizonyos ponton ez átmehetne, ez a folyamat egy eseménynél, ahova elhívjuk a környéken lakókat, nem tudom, csinálunk egy grillezést, és közben valami kis közösség is lesz az egészből. Tehát ez a része szerintem sokkal jobban csinálható, és ami még nagyon nagy baj a 12. kerületben, hogy ugye nem nagyon vannak helyi közösségi terek, ez nyilván itt túlzás, mert vannak a polgári értelemben vett helyeink, de például az a modell, ami szerintem nagyon jól működött Budapesten több esetben, amilyen volt a tűzraktér, vagy a Müszi később, és amit most a Szuzi csinált ugye alpolgármesterként Ferencvárosban, a Connector, ugye ezek olyan közösségi helyek, ahol művészek, alkotók, valamivel foglalkozó emberek kibérelhetnek viszonylag olcsón pici helyiségeket, ugye akkor van egy nagy helyiség, amit meg mindenki használhat, hogyha valami nagyobb eseményt szeretne. Ilyeneket tök lehetne szerintem csinálni a 12. kerületben. Még mindig egy pékségben tartod a fogadórád? Hát most áttettem a libegőre, és akkor ez sokkal biztonságosabb, mert ott legalább csak egymással beszélünk. Nem hallják a többiek. Igen, hát kár, hogy tériszonyom van, úgyhogy nagyon hamar leszállok, de ilyen ez a pékség lett nekem az irodám. Egyébként akartak adni irodát még a legelején, csak nekünk azt mondta az ügyvédünk, hogy ez hát igazából törvénytelen, mert nagyon olcsón akart. Tehát a 12. kerületben minden párt, akitől bejut valaki, az úgymond kaphat egy irodát a kerülettől, nagyon olcsón. És igazából szerintem ez az, ami konkrétan a tiltott pártfinanszírozás, tehát egy önkormányzat, ugye pártokat magyar állampolgárok támogathatnak, és magánszemélyek. De nem pártnak adja, hanem a képviselőjének. Oké, határeset, de azért alapvetően na, párt, iroda, cél. Jó, de én értem, ezek, hogy két buci között mégis csak kellemesebb volt. Igen. És akkor mi nem kértük, és akkor egyébként még a Momentum se kérte, akkor emiatt nem mondtuk nekik, hogy ez nem biztos, hogy oké. Magával mi ezzel nem tettünk sehol feljelentést, mert az elvel szerintem nincs gond. Tehát az, hogyha van egy képviselő, akkor miért ne kaphatna egy 30 négyzetméteres, amúgy lepukkant helyiséget, ami egyébként is üresen állna, tehát ez egyébként nincs nagy baj vele. A pékség egyébként amúgy is kellemesebb hely, mint ezek a lepukkant cuccok, úgyhogy ez így ennyi.
Amikor itt járt Toroczkai László, a mi hazánk elnöke, rendszeresen rátok a kétfarkú kutyapártra hivatkozott a törvénymódosítás kapcsán, amely törvénymódosítás átírja a budapesti választási feltételeket. Mondván, hogy hát senki nem mondhatja, hogy ez a mi hazánknak jó, hát ez leginkább a kétfarkú kutyának jó. És ugye azt elég könnyű volt kiszámolni, hogy valóban előttetek pont úgy, mint a mi hazánk előtt, megnyílt az út arra, hogy bekerüljetek a fővárosi közgyűlésbe. Viszonylag kényelmesen, hogyha a felmérések igaznak bizonyulnak. Volt köztetek ez ügyben egyeztetés, együttműködés? Nem, bevallom, hogy nem beszéltem soha Toroczkai Lászlóval életemben. Se a Novák Előddel, se a Duró Dórával, több nevet nem tudok mondani közük. Nem, de az tény, hogy valóban most gyakorlatilag semmit nem kell csinálnunk, és úgy be tudunk jutni a fővárosi közgyűlésbe, ami nem biztos, hogy baj. Mert? Hát mert ott leszünk a közgyűlésben, meg ugye, sőt, az akár még az is lehet, de hogy rajtunk. Jó, de semmit nem kell csinálni, azért az egy erős állítás. De ha így készültök a választásra, ki tudjátok? Figyelj, senki nem csinál semmit, tehát mi próbáljuk ezt a mintát átvenni. Tehát a fővárosba, ha bejutunk, meg mondom, ha esetleg rajtunk is múlik a többség, akkor nyilván azért beleszóltunk a dolgokba. Én azt gondolom, hogy egy csomó mindenben lehetett volna. Tehát ami hozzám eljutott ebből az egészből, hogy azért a Karácsony Gergő, amikor polgármester lett, maga köré tudott gyűjteni rengeteg olyan az adott területhez tényleg értő és civil szervezetekben sok-sok évnyi tapasztalattal rendelkező embert, akik összeállítottak tényleg tök jó koncepciókat és mindenféle dolgokat, és valahogy az egész úgy kicsit olyan, mintha nem feltétlenül haladna a legtöbb esetben azzal a sebességgel. Vannak dolgok, amiket én nem bírok felfogni, tehát hogy elképesztően gyávák szerintem akár abban, hogy mondjuk sétáló utcákat merjenek csinálni Budapesten, most ha belegondoltok, a Kazinci utca este 8 után nem sétáló utca, a Dob utca, a Király utca nem sétáló utca, legalább este 8 után, tehát hogy kicsit ilyen, én azt látom, hogy van egy jó szándék, meg van egy alapvetően szerintem jó irány egy csomó esetben, csak nem, én nem a fejlesztéseket kérdezem. Mert gondolj bele abban, hogy a Király utca környékén a közlekedési viszonyoknak a átalakítása, hogy sokkal kisebb legyen az átmenő forgalom, az mekkora ellenállást váltott ki az ott lakókban. Tehát nyilván egy város politikusnak ez is szempont, vagy nem kéne? Igen, de ugye azért, ha most megnézzük a mostani átalakítást, és megnézzük, hogy mi van este ezekben az utcákban, akkor ugye egy összefüggő taxi sor áll gyakorlatilag a Rákóczi úttól, így ahogy tudsz kikanyarodni az egészen át. Tehát, hogy a taxik ugyanúgy... Ez a buli negyed, ha valaki annyira nem járatos a dologban. Igen, tehát a fiatalok megtöltik ezeket az utcákat. Igen, meg a taxik. Én tényleg azt gondolom, hogy ezeket a részeket abszolút lehetne. Egy csomó rész nappal is, de különösen este meg szerintem simán lehetnének sétáló utcák. Ez lenne a fővárosi koncepciód? Hát ez az egyik, de most mondhatok sok mindent. Jelenleg például nincs olyan pályázat, ami általánosságban civil szervezetek számára lenne, egy nagyobb keret. Vannak kisebbek, és tudom, most lett a szolidaritási alap, ami a szociális szervezeteknek szól, meg volt külön mondjuk színházaknak. De ez a dolog, ami még korábban is volt egyébként, és megszüntetésre került, szerintem egy nagyon alapvető feladata lenne a fővárosnak, hogy valamilyen szinten támogassa, ezt még a 12. kerület is megcsinálja, még ha csak 20 milliós tételben is, vagy nem tudom, tehát ez egy ilyesmi. Akkor ugye, hogy azt gondolom, hogy van rengeteg dolog, ami nem tudom, meg lehet csinálni, de az biztos, hogy nagyon szét vannak aprózódva az erőforrások, és csomószor kerületek külön csinálnak valamit, amit sokkal egyszerűbb lenne, ha egybe csinálna a főváros. Erre szerintem a parkolás az egyik legjobb példa, és tudom, hogy minden polgármester nem mindegyik, tisztelt a kivételnek, de a nagy része az maga akar lopni a parkolásból, ezért nagyon fontos volt mindig, hogy a kerület alatt legyen. Maga akar lopni? Ezt mondtad? Hát vagy valamit félretenni a parkolásból, és akkor külön kifizetik a Session Base-nek a szoftverére díjt. Értelemszerűen, ha egybe szerződne a főváros egy ilyennel, akkor ez jóval olcsóbb lenne. Ilyenek egyébként a helyi tévék. Tehát, hogy most azt csináljuk, hogy van 23 kerületi tévé, amiket hát nem nagyon néz senki, és ennek az az oka, hogy valóban nagyon nehéz kerületi hírekből napi szintű több órányi érdemi tartalmat. Hát a legtöbben nincs is napi adás, vagy napi adás van, csak nem napi műsorkészítés. Én voltam egyszer a Zuglói TV-ben, talán még 10 évvel ezelőtt,
nagyon unalmas beszélgetésen vettem részt, egy órás volt, és megkérdeztem, hogy mikor lesz a adásban a beszélgetés. És akkor mondja a műsorvezető, hogy hát jövő kedden 10-kor, 11-kor, 12-kor, 14-kor, 16-kor, szerdán 2-kor, 3-kor, 6-kor, és felsorolt 80 darab. Te voltál a műsorfolyam. Én voltam egy hétig zuglóban a műsor, nem büszke voltam rá. Szóval ennek így ebben a formában nem sok értelme van. Nyilván ezt úgy lehetne helyben megcsinálni, ha felvesznek még 20 alkalmazottat, és tök sok pénzt raknak bele, de szerintem ez se elváres. Viszont egy budapesti szintű televíziót meg biztos, hogy benne, hogy meg lehetne. Tudom, volt a szép emlékű Budapest TV, egyébként pont megnéztem neten, még mai napig megy, és hát klasszikusnak számít. És olyan, mint, csomó és olyan, mint volt. Tehát nagyon erős. Ilyen különleges zenei betétek voltak épp, mikor belenéztem. Na, tehát hogyha egy budapesti televízió lenne, abba viszont tényleg lehetne érdemi tartalmat, csak ugye akkor nem tudná a kis propagandáját nyomni, aki éppen erre fogékony a maga kerületében, mert azért lássuk be, ezek sajnos lenkem. Jó, de most sorolsz csomó dolgot, az egyik elmondott, hogy hát azért van, hogy lehessen lopni, a másik elmondott, hogy mindenki a propagandára használja. Ebben nem akarnának engedni a kerületi polgármesterek, hogyha te bekerülsz a fővárosi önkormányzathoz, akkor se. Ez egy jó kérdés. Szerintem nagyon nehéz ezek ellen érvelni, amiket mondok. És hogyha ez egyáltalán téma, meg szóba jön, meg erről beszélni kell, meg valahogy meg kell magyarázni, akkor nem fogják tudni. A 12. kerületben is egyébként az a kevés dolog, amit én el tudtam érni, az nem azért volt, mert én beadtam egy előterjesztést és megszavazták, az semmit nem szavaztak meg. Az mind azért lett, mert a nyilvánosságban valamilyen szinten kikerült, kellett rá valamit mondani, és egyszerűen nem lehetett megmagyarázni. Nem tudták megmagyarázni, hogy miért érdemes fenntartani egy bizottságot, ahol évente kétszer emelik fel a kezüket, nem tudták megmagyarázni, hogy miért van az rendben, hogy több 10 millió forint megy ki konkrétan helyi kormánypárti önkormányzati képviselők, civil szervezeteinek egy olyan pályázat keretében, amiről senki nem tud, mert egy rendeletben van elrejtve, és nem hirdetik. Szóval én azt láttam, hogy a nyilvánosság erejével el lehet érni dolgokat, és szerintem ez a fővárosnál is lehetséges. Aztán majd persze kiderül, lehet, hogy nem. Hogy számoltok, hány képviselőt szeretnétek bejutatni az önkormányzatokhoz? Tehát megvan a csapatod különböző kerületekben? Hát összesen, akik kerületi vagy városi önkormányzatokba fognak menni, az továbbra is szerintem ez a 30-40 ember, akivel eddig is számoltunk. Tehát az a fajta támogatottság, amit most elég régóta, hónapok óta mérnek a két farkú kutyapárt mellett, tehát ez a 6-7-8% attól függ, hogy melyik intézet méri, 5 alatt egyik se. Az nem eredményezte azt, hogy megnőjön az étvágy? Mondjuk, hogy sokan jelentkezzenek, hogy én akarok lenni a te képviselőjelölted, vagy keressetek olyanokat, akik alkalmasak? Hát ez vegyes, tehát ugye mi elkezdtünk egy képzést azoknak, akik jelöltek szeretnének lenni, most már ides tovább egy éve. Mit kell tanulni? És építésügy, közérdekű adatok, zöld ügyek. Tehát ez egyáltalán nem vicc párti, ez nagyon is komoly. Ez komoly, van házi feladat, van lecke, meg kell csinálni. Én ellenőrzem a leckét, nagyon, nagyon menő. És hát igazából ennyi az az ember, aki ezt úgy látom, hogy el is fogja végezni. Ez a feltétel. Meg van más feltétel is, hogy kezdjen érdemben foglalkozni helyi ügyekkel, most semmi különös, csak hogy tényleg mint egy kicsit már tegyen úgy, mint a képviselő lenne. Nagyjából ennyi, és én ezt nem bánom, tehát én bevallom inkább így az ilyen szar öndicséret, de hogy inkább így a minőség, mint a mennyiség pártján vagyok. Láttuk, hogy rengeteg párt, ugye viszonylag hirtelen futott fel a népszerűségük, és hirtelen rengeteg embert tudtak bevinni önkormányzatokba. Így járt korábban még a Jobbik is egyébként, és szerintem a Momentumra is ez elmondható, a 19-es választáskor. És hát most kis túlzással itt képviselő lehetett az, aki mondjuk elment plakátozni. És látjuk az eredményét is, vagy hát az eredmény hiányát sok esetben, hogy nem felkészült emberek, valószínűleg nem is tudnak nekik elég segítséget adni a központból, mert 300 embernek nehéz. Most nekünk is, ha lesz 40 képviselőnk, akkor értelemszerűen az első fél évben át kell velük együtt nézni a testületi ülésekre az összes erőterjesztést, meg segíteni nekik, és szerintem kb. Ez az a szám, aminek remélem legalábbis, hogy fogunk tudni segíteni, 300-nak nem tudnánk. És pusztán azért, hogy ott legyen egy ember, aki kutyapártos, de
mondjuk tényleg nem csinál semmit, azért minek? Tehát, hogy arra ott a többi perc, nem tudom. Itt vagyunk két országgyűlési választás között, ilyenkor benneteket általában messze fölülmérnek ahhoz képest, hogy az országgyűlési választáshoz szoktatok szerepelni. Nyilván ezerszer hallottad már ezt, és ezerszer reagáltál erre. Én most azt kérdezném, hogy ez az EP választás kapcsán mennyire figyelmeztető? Ugye most mindenki úgy számol, hogy és a kutyapárt is valószínűleg tud egy EP képviselőt adni. De hát erre még nincs praxis, tehát nem látszik, hogy egy ilyen választáson hogy tudtok szerepelni. Hát meglátjuk, február elején lesz döntés nekünk arról, hogy kik lesznek a európai parlamenti lista elején. Én most akkor nem mondhatom még el, hogy kik a jelöltek, meg majd úgyis a tagság dönt, de szerintem de azért elmondhatnál igazán. Úgy nem. Te jelölt leszel? Listavezető nem, leszel? Nem, én nem szeretnék külföldre menni. Én de az nem kell. Szokott sokat jelenteni. Tehát ugye szoktak olyanok listavezetők lenni, akik elmondják, hogy ők úgysem mennek, majd visszalépnek. Nem tudom, ez valahogy ilyen politikai kultúra része, hogy én szerintem az a korrekt, tehát tudom, hogy mi is ingyen sört ígérünk, amíg az örök élet jobban érdekel. Részben meg, de azt is már teszteljük egyébként ilyen rövid távon, tehát ilyen 3 perces távon próbáltuk az örök életet, és mindenki túlélte. Meg az sörrel együtt? A sört azt magamon tesztelem, tehát ugye engem nagyon sokan megszoktak már hívni ingyen sörre. Egyébként nem mondtuk, hogy kinek lesz ingyenes a sör, tehát na mindegy, de össze nyilván magamon ki kell próbálnom, hogy egy ilyen nagy hatású intézkedések például társadalmi hatásai lennének, szóval nem lehet csak úgy rászabadítani az emberekre. Na, és hogy én azt gondolom, hogy szerintem az úgy korrekt, hogyha úgy kamuzol, hogy, vagy úgy hazudsz, hogy mondjuk egyértelmű, mert mondjuk be lehet elhittétek az örök életet, és akkor bocsánat, de én szerintem ez egy klasszik átverés, tehát oda rakom a tetejére Vona Gábort, akinek már elfelejtettem, hogy 15 évig cigányozott, és akkor majd a következő mögötte levő hölgy akar bejutni. Szóval ez szerintem egy ilyen de hát ebben klasszik... van egy másik logika is, ugye a Vona Gábort ismerik, a mögötte lévő hölgyet kevésbé. Hát tehát Vona Gábor jobb... eladja az egész listáját. Ebből indulnak ki. Hát mivel nekem Vona Gábor kevés a legunszimpatikusabb politikus, tehát önmagában nekem az, hogy ismerem, az eléggé mínuszos. Na de hány két farkú kutyás politikust ismernek az emberek rajtad kívül? Hát figyelj, kutyám az szerepelt ugye elég sokat például, amikor jelölt volt még igen. A országgyűlési választásom. Persze, de hát nyilván az meg a dolgunk, hogy több embert ismernek a kutyapártból, ez valóban egy kicsit azért félrement, és tényleg olyan, mintha nem tudom, mit hisznek az emberek, hogy még lehet azt is hiszik, hogy én csinálok mindent, de ez ma már így nagyon nem igaz a pártba. Nekünk lett most arra azért 20 alkalmazottunk, és van olyan nap, hogy hát mindez, én például kehetek DL-be, ezt is sikerült megtartani a mai napig, erre nagyon büszke vagyok. Ne is mondd, vártunk is itt is rád eleget. Igen, bocsánat. Szóval ez egy nagy érdeme például na de egy politikus nem kellhet DL-be. Tehát mondjuk egy polgármester nem kellhet DL-be. Testületi ülés van, program van, megjelenések vannak, hivatalos utak vannak, öltönyt kell venni és nyakkendőt, vagy mit tudom én. Van neked öltönyöd? Soproni is pólóba jár, nem? Soproni hát de már. Néha fel kellett neki is vennie már az öltönyt. Hát ez lehet Photoshop volt, vagy az lehet. A valós képe. Te is hát... így készülsz egy Photoshopon, megugrod az egészet? Az biztos, hogy át kell rakni délutánra a testületi üléseket, tehát ez egyébként egyértelmű. És most azt csináltak, hogy még korábbra rakták, miután én ide kerültem, tehát még egy órával korábban. Meg szoktál jelenni időben? Meg, de hát nyilván van, hogy elkések, mert ugye olyan korán van, és aztán gyakorlatilag véget is ér, mert mint mondtam, nagyon rövid testületi ülések vannak. Az a baj egyébként ezekkel a testületi ülésekkel, hogy az ember még az elején kicsit olyan lelkesen megy oda, hogy tényleg majd akár lesz valami előterjesztése, vagy hozzászól, elmondja a véleményét. És hogy telnek az évek, tudod, így rájössz, hogy igazából minek. Tehát, hogy amit ott te mondasz, az senkit nem fog érdekelni, se az ott levőket, se. Például a Momentumos ráció szokott készülni ilyen, volt, hogy készült ilyen tök jó kis előre megírt beszéddel, és akkor ott így elmondta, csak ezek ugye az a baj, hogy nem... A túloldal hiányzik, mert nem hallgatja meg ezeket senki. És ugyanígy előterjesztést is ugye minek adjál be. Ennek akkor mi értelme meg. Van? Te az egésznek mi értelme van? Mi értelme lenne annak, hogy te polgármester legyél? Mi hát értelme van annak, hogy bejuss az önkormányzathoz, persze. Vagy hogy EP képviselő legyél? Szerintem, amit előbb próbáltam mondani, tehát szerintem ha alaposan utána nézsz az ügyeknek, és megírod, akkor a nyilvánosság tök sokat számít. És de akkor nem a képviselőtestületi ülésen kell ezt elmondani, ezt elmondhatnád bárhol a nyilvánosságnak. Persze. Ez nem kell bejutni. Nem ott kell mondani, de azért, hogyha képviselő vagy, akkor akaratlanul is
napi szinten szembe jönnek a helyi ügyek, sokkal több lakó fog téged megkeresni problémákkal. Tehát én azzal, hogy képviselő lettem, nekem nem attól lett jobb, hogy ott ülök néha ezeken a testületi üléseken, hanem hogy sokszoros az információ, ami eljut hozzád. És ezt szerintem, én legalábbis azt tapasztaltam, tehát az lehet, hogy már senkit nem érdekel, hogy Mészáros Lőrinc nyert éppen egy újabb 176 milliárdos közbeszerzést, viszont helyben a helyi ügyek azért ehhez képest jóval több embert érdekel, és amikor ugye mindig arról van szó, hogy nincs az ellenzéknek sajtója, meg médiája, meg nem éri el a kisebb városokat, meg stb., arra szerintem ez az egyik lehetséges megoldás. Tehát hogyha maguk a képviselők, akik egyébként ugye ezrével vannak, és fizetést kapnak, és idejük van, ha ők, és nyilván vannak, akik csinálják ezt, hogy elkezdenek gyakorlatilag helyi sajtóként működni azzal, hogy megírják helyben az ügyeket. És teljesen más lesz szerintem egy választás, hogyha tudják a választók, hogy mit csinált a vezetés az elmúlt években, hogyan csinálta, mintha csak azt látják, ami az helyi egyébként önkormányzat által kiadott, és hát önkormányzattal véletlenül barátságos újságban megjelenik. Én ezt a szerepet én tök szánnám azoknak is, akik nekünk mondjuk önkormányzati képviselők lennének, egész egyszerűen az információt eljutatni. Ez nem várható el, tehát az a pár nagyobb újság, ami megmaradt, és mondjuk független a kormánytól, annak értelemszerűen nincs erre embere, hogy a legtöbb településen a helyi kicsi ügyekről írjon, ami egyébként valószínűleg nem is érdekli az országos sajtót, mert helyi ügy. Nem, de helyben de viszont embereket viszont nagyon. De ennek fényében meg az EP választásnak mi a tétje számotokra? Mert hogy az meg egy olyan szint, az egy egészen másik, egy télidőugrás ahhoz képest, ami eddig volt. Hát jó lenne már legyőzni a DK-t, hogy ne menőzhessenek, hogy ők a második legerősebb párt, úgyhogy ez mindenképp fontos lenne. Hát az EP... Már megint a DK-ról beszélsz. Tehát azzal ültél, hogy nem akarsz Gyurcsányról beszélni, mert úgyis az lesz a cím. Hát csak, hogy valami címe lehessen majd a műsornak. Tehát a két farkok legyőzik a DK-t. Igen. Jó igen, cím igen, lesz. Csak talán ez jó lesz címnek, ha nektek is oké. Na, hát az EP az meg nyilván tök más lehetőség. Ugye ott mi elkövettünk 19-ben volt, igen. A legutóbbi, ott elkövettünk egy nagy hibát, mert ott ugye jóval nagyobbat hazudott a többi párt, mint mi. Mi ilyen apróságokat ígértünk, hogy majd a minden európai országban meg kell tartani a többi ország nemzeti ünnepeit is, és akkor így gyakorlatilag csak munkaszüneti napok lesznek, meg kötelező siestát. A többiek meg bemondták, hogy majd a minimálbér az valami fajta egységes dolog lesz Európában, meg hogy majd az egészségügyre költik azokat. De ez volt a hihetőbb. Forrásokat a... Persze, egyébként mai napig mondják, az eltekintve attól, vagy hát nem törődve azzal, hogy ez nem azt jelenti, amit egyébként a kifejezéstől az ember hall. Szóval én szerintem ott nem feltétlenül, bár tudom, hogy ez egy parlament, és egy törvényalkotó jogköre a lényeg, de ennek ellenére szerintem nem ez ott a fő dolgunk nekünk. Viszont nyilván ott járnak olyan erőforrások, meg olyan lehetőségek, amikkel csomóan el lehet érni. Azzal például szerintem tényleg érdemes lenne valahogy megpróbálni foglalkozni, hogy egy kicsit árnyaltabb kép legyen mondjuk Magyarországról az európai emberek fejébe, és fordítva, tehát hogy az Európai Unióról is egy kicsit árnyaltabb kép legyen. Utóbbinál azért eléggé leegyszerűsített arra a párbeszéd, hogy mondjuk ad pénzt, vagy nem ad pénzt, és hogy éppen nem tudom, úgymond zsarol, meg nem tudom mi a... De ad pénzt, akkor is ellenség. Ebből a szempontból ez totál mindegy. Ez így van. De az Európai Unióval egyébként egy csomó minden jár, és azért én szerintem ez leginkább egy értékválasztás azért valahol, tehát valahol a Oroszország által megjelenített demokratikus értékek és az Európai Unió által megjelenített hasonló értékek között. És hát kifelé meg szerintem tényleg fontos lenne megmutatni, hogy, mert ugye hát mit látnak ott, hát basszus, 4 évente megszavazgatjuk ezt a furcsa embert, és akkor úgy gondolják, hogy az ország nagy része egyetért vele, ami ugye hát a fele úgymond egyetért, de hogy a másik fele meg nem. Mit a furcsa ember? Emellett azért nem menjünk így el. Hát most ez kicsit tágabbról, itt ugye szerintem, és ez szerintem részben oka is a magyar ellenzék, a hagyományos értelművet magyar ellenzéknek a nem túl sikeres elmúlt éveivel kapcsolatosan, hogy ez világ tendencia lett, hogy azokat a klasszikus politikusokat, akiket sok tucat éven át megszavazgattak, és ezek ilyen öltönyös emberek, akik ilyen nem feltétlenül túl érdekes dolgokat mondanak, és kicsit ilyen menedzserek, tehát hogy viszik a dolgokat, meg úgy valahogy menedzseregetik az országot.
Ezeket szerintem nagyon megunták, és szerintem nem azért, amit itt szoktak mondani, hogy ezek a klasszik pártok nem tudtak választ adni a korunk nagy kihívásaira, szerintem tudnak igazából. Egész egyszerűen nem érdekes, és nincs az, amiért megnéznéd. És akkor ugye erre elkezdtek jönni lehetséges válaszok. Az egyik ilyen lehetséges válasz ez a jobbratolódás, a másik lehetséges válasz meg ez a kocsmában melletted ülő tahó, tehát ilyen Trump-szerű karakterek, vagy hát ugye argentin elnök is nagyon érdekeseket mondott, aki megnyerte a választást. És szerintem erre egyébként a kutyapárt pont lehet valami fajta egyéb válasz. Most nem mondom, hogy mindenhol majd ezekkel sikerül fölébe kerekedni ezeknek a előbb említett számomra nem túl szimpatikus pártoknak, de minden esetre azt szerintem mindenképp érdemes kipróbálni, hogyha a válasz meg az alternatíva az valami olyanban létezik, hogy mondjuk ott a cselekvés a lényeg, vagy mondjuk a civil szervezetekkel együtt dolgozás, tehát kicsit ilyen lentről meg alulról megközelíteni az egészet, és mivel én nem tudok róla, hogy lennének ilyen pártok Nyugat-Európába, vagy hát úgy a Európai Unióba, nem biztos, hogy ez, tehát lehet, hogy ez érdekes lehet nekik, hogy esetleg ilyen irányokba is. Ti viccpárt vagytok még? Kutyapárt? Hát nem tudom, Egy darabig erre büszkék voltatok, hogy ez tök más, mint az összes többi, mi viccpárt vagyunk, de az vagytok még? Azt próbáltam átszámolni, hogy hány poén mondtam az elmúlt 30-40 percben, de nem. Nem voltál túl erős ebben most, nem, ez most nem volt tudom. Annyira erős. Volt egy-kettő azért. Én szerintem, én azt mondom, hogy 16 óta... Tudod, a megfáradt stand-up művész. Igen. Szerintem 16 óta nem feltétlenül számítunk annak, csak hogy így nem nagyon léteznek ezek a, hogy mondjam, szerintem a kategória nem nagyon létezik, amiben jelenleg. Igen, hogy mik lennétek akkor ti? Mert most azt mondjuk, hogy van komoly párt, ugye, vagy nem tudom, mi a vízpárt ellentéte, meg vízpárt, akkor igen, akkor lehet, hogy ott valahol a kettő közt. De ha meg elkezded így többféle helyre besúvasztani a pártokat, akkor ez szerintem nem egyértelmű. Annak van kockázata, hogy a senki földjén vagytok? Ha ott vagytok? Hát figyelj, tök érdekes kihívás, tehát az, hogy nincs, és tényleg nincs ilyen párt Nyugat-Európában, mint ami mi vagyunk, az szerintem egy tök érdekes kihívás, hogy mit lehet ebből kihozni. Tehát nem azzal, hogy van egy bevett út. Ugye az a pár tényleg egyértelműen viccpárt, akik felbukkantak, akár ugye pont a németek vannak benne, a Die Partei-tól vannak benne a Európai Parlamentben, ami egyébként egy nagyon kicsit kellemetlen dolog, hogy pont a német humor tud csak megjelenni, ismervén annak erősségét így a Európai Parlamentben, meg ugye az izlandi volt korábban, meg néha felbukkant a valami Darth Vader ott a Balkánon, meg nem tudom. Tehát, hogy... Voltak svédek, azt, ha jól emlékszem. Igen, még az lehet, hogy az ukránoknál volt a Darth Vader és a Balkánon, meg az a fehér lovon jövő ember. Mindegy, tehát néha voltak ilyenek. Ezek azért mások, mert ez mondjuk tényleg úgymond nem rossz értelemben, de ott csak viccpárt, és nálunk meg a tevékenység nagy része meg tényleg nem erről szól ma már. Ha bejöttök az Európai Parlamentbe, akkor óhatatlan olyanok lesztek, mint az összes többi párt így első ránézésre. Van egy EP képviselőtök, most már itt Magyarországon is megvetettétek a lábatokat az önkormányzatnál. Ez jelenti azt, hogy formalizálódik a párt? Tehát, hogy másképp kell gondolnod magadra, a többiekre, a működésre, mások lesznek az elvárások, költségvetési támogatás az Európai Uniótól, és így tovább, és így tovább. Hát annyit bizonyára jelent, hogy be kell vonnunk még több embert. Tehát azért azt gondolom sejtitek, hogy a kutyapártba, akik jöttek, hogy csinálják a pártot, annak egy nagy része ugye nem valami fajta pozícióért jött. Tehát nem akart képviselő lenni, nem akart. Nem éppen egy karrierpolitikus. Hanem itt egy virágot akart ültetni. Tehát én úgy tudom, hogy azért a legtöbb pártnál ugye épp az van, hogy rengeteg jelentkező van minden pozícióra, és ott épp az a nehézség, hogy hatan akarnak, nem tudom, hol képviselők lenni. Nálunk azért ez nem így van, tehát itt inkább mi próbálunk találni elég embert. És ezt miért kezdtem mondani? De mindenesetre ilyen okosan hangzott így az eleje. Jól indult. Ja, igen, tehát hogy valószínűleg eljutottunk ehhez a szintig, ahol tényleg be kell vonni akár olyan embereket, akik civil szervezetek. De erre te kész vagy? Vagy erre te képes vagy? Ugye neked azért van egy életformád, az pedig ennél sokkal szabadabb, mint ami egy hagyományos párt elnöké. Most arra tényleg lett egy tök jól működő szervezet. Szóval az nekünk, ez így viccesnek tűhet, de az, hogy nekünk ugye elértük ezt a 3,5%-os eredményt a országgyűlési választáson, emiatt ugye több lett az állami támogatás, mert ez az elért eredményhez kötődik.
És akkor eljutottunk oda, hogy mi kapunk 150 millió forintot évente, ami állami támogatás. És ez valószínűleg tényleg nevetséges így egy klasszik pártnak, vagy nem tudom, de nekünk rengeteg. És ezt mi arra használtuk, hogy akkor fel, egyrészt nyilván ebből fizetjük a mindenféle akciót, meg anyagköltséget, stb. De hogy ezt mi arra használtuk, hogy felvegyünk szervező embereket, akik mondjuk regionális koordinátorok, vagy a kommunikációs részben segítenek, meg van operatív igazgatónk, érted, mondjuk szegény, hát hiába szerezte meg Molnár Zsoltnak a tisztségét, igazából csomószor szegénynek kávét kell főznie, meg ilyen unalmas papír. Lehet, hogy Molnár Zsolt is szokott kávét főzni. Hát nem tudom, hogy szokott. Ő az MSZP-nél ugyanez a funkció. Azzal kezdtem nálad, hogy jó dolog-e politikusnak lenni. Jobban élsz politikusként, mint előtte? Anyagilag? Bárhogy. Anyagilag nem. Hát én amikor füvet termesztettem, akkor sokkal jobban éltem, ugye. Csak akkor el akartak vinni érte. Hát megúsztam, most már elavult, tehát ezt úgy mondom, elévült, igen, elévült, úgy mondom. A büntethetőség plusz egy évvel ezelőtt hagytam abba. Én speciálisan jobban értem, mi ezt eléggé elszúrtuk, én összesen az önkormányzattól és a pártól összesen 428 ezer forint nettó fizetést kapok, amivel szerintem a pártelnökök között sikerült valami viszonylag alsó pozícióba kerülnem. Egyébként pont kicsit ez a baj, tehát nálunk ez a 3-400 ezeres a fizu az alkalmazottaknál, és ezt nem tudom, mi 2 éve találtuk ki, vagy 3. És akkor ez úgy szerintem oké volt, tehát nem egy hiper nagy fizu, de még átlagnál több, vagy nem tudom. Csak aztán jött ez az elmúlt években ez a 40%-os infláció, kivezették a katát, ugye az állami támogatás az nem követi az inflációt, és akkor most ott tartunk, hogy a legtöbb alkalmazottunk, az hiába 8 órában a kutyapártos alkalmazott, emellett dolgozik még. Mert gyereke van, mert hitele van, vagy albérletben lakik, tehát ez nyilván nem az összeg, amiből egy családot el lehet tartani. Úgyhogy kicsit aszketikus lett a dolog így most arra ebből a szakorban. Kénytelenek lesztek jobban szerepelni, de látod, te is a pénzről kezdtél el rögtön beszélni, pedig ez, hogy élsz, hogy jobban élsz, ez annyi mindent jelenthet. Tehát pártelnöknek lenni az jó dolog ma Magyarországon? Tehát az biztos, hogy tehát amikor az ember felkel délbe, és ránéz a telefonjára, akkor tényleg azt látja, hogy, vagy én, hogy írtak 16-an Messengeren, jött 3 üzenet, kerestek 8-an telefonon, akkor írtak az egyik e-mail címemre, a másikra, az a hűde fontos vagyok? Az Instagram. Hát inkább csak az, hogy tehát nagyon sok ilyen kötelezőszerű dolog van, amit azért minden nap meg kell csinálni. Illetve hát nekem azért, bár most ugye ez kicsit visszafogottabb lett, mert lettek ugye ezek a regionális koordinátorok, de hát nekem az elmúlt 6 évem az azzal telt azért, hogy heti 2-3 nap mentünk valami vidéki városba, passzivista talit tartani, vagy valami akciót szervezni. Ezeket én igazából szívesen csinálom, és szólok majd, ha meguntam. Egyelőre érdekes, és mindig más, tehát tényleg tök más feladatok vannak most, mint mondjuk voltak 2 éve, vagy 4 éve, vagy 6 éve. Amik nekem a hobbiaim voltak, azokat igazából így be tudtam integrálni a pártba, tehát az, hogy most én akkor elmegyek és csinálok valami street artos dolgot, vagy filmfejű akciót, vagy valami városfelújítást, vagy nem tudom, vagy plakátokat átragasztunk, ezek ugye bekerültek a párt tevékenységébe, tehát így a hobbim az megvan, nyilván az ember végtelen sok embert ismer meg, hát ami a kicsit, ami nyilván más, és nem biztos, hogy pozitív, hogy ugye, hát hogy mondjam, hogyha egy ilyen nagy szervezetnek vagy a vezetője, akkor azért akkor rengeteg emberekkel találkoznod, meg beszélned, és nem tudod megválogatni azt, hogy te kivel töltöd az idődet mondjuk sok esetben. Én előtte erre nagyon kényes voltam, és megvolt az 5-10 jó barátom, akivel nagyon szerettem beszélgetni, és akkor én úgy velük voltam. Ez nyilván egy ilyen szervezetnél nem hogy gondoljanak rátok a kutyapártra a szavazóitok ellenzéki pártként? Hát a kormányhoz képest természetesen, bár ugye most az ellenzékhez dupla értelemben igen, mert az ellenzéknek is a ellenzéke vagyunk, így alakult történetileg. Ez ugye azért lesz fontos, mert hogyha bekerültek ide-oda-amoda, akkor valahova el akarnak majd helyezni benneteket, és nyilván mielőtt leadják a voksukat is akarják tudni, hogy mivé lesz az a szavazat. Hát itt szerintem a nem a politikai része fontos, tehát például a fővárosnál, ahol mondjuk ugye tényleg számíthat, hogy szerepelünk, a város irányíthatósága szempontjából is. Ott például én azt gondolom, hogy én nem hiszem, hogy nekünk be kéne mennünk 26 felügyelőbizottsági helyért, meg nem tudom miért, egy frakcióba a mostani ellenzéki vezetéssel, mert ez is milyen hülye hangzik, hogy ellenzéki vezet, mindegy, tehát hogy a karácsonyékkal,
hanem nyilván az kéne, hogy a fontosabb témákba megállapodni bizonyos koncepciókba, hogy nagyobb keretekbe akkor mi mit szeretnénk kezdeni, mondjuk az üres üzlethelyiségekkel, vagy az ingatlanokkal, vagy stb. És akkor utána, ha ilyenekben meg lehet egyezni, akkor utána amentén ezeket meg lehet szavazgatni éveken át, hogyha egyetértünk, tehát... És ez a nehéz, tudod, mert azt meg látom, hogy senki ne higgye, hogy itt bármifajta szakmai egyeztetések szoktak lenni, amikor koalíciók jönnek létre, vagy koalíció jön létre az ellenzéki pártok között. Tehát most így nálunk is egyébként a 12. keretben szóba jött, hogy valami előválasztás, vagy nem tudom, ugye ezt már úgy tűnik, hogy nem nagyon akarja a Momentum nálunk. De az szóba se jön, hogy mondjuk esetleg ki mit akarna csinálni, vagy hogyan, meg hogy egyetértünk abban, amit csinálni akarnánk. Tehát a magyar de politikában... De kicsiben sem így működik? Tehát a helyi Momentumossal találkozol, ott sem beszélitek meg? Nem, és egyébként ez is ilyen volt, tehát amikor bemutatta nekem ezt a volt rendőrt, akit valamiért kitalált, hogy elindít a Momentum, pedig hát annyi köze van a kerülethez, hogy 12 éve ő volt a rendőrkapitány fél évig, és nem is ott lakik. Ott is erre egyébként pont kíváncsi voltam, hogy szóba jönne bármi, hogy egyetértünk-e abba, hogy ki mit akarna csinálni, de ilyesmi nem jött szóba. Mondjuk ott nagyon más se jött szóba. De adott nekem egy hegyvidéki rendőrséges baseball sapkát, az minden esetre jó volt. Ezzel gazdagodtál. Ezzel gazdagodtam. Szóval én tök azt látom, én a hegyvidéki testületben például élő Norbertet, a DK-s képviselő, az egyik egyetlen egyszer láttam, hogy ő dühös, és tényleg dühös, és most beszól és haragszik a Pokorni Zoltánra, amikor a tulajdonosi bizottságban az egyik helyük átkerült a Momentumtól, nem is tudom, az MSZP-shez, miközben ők máshoz akarták volna. Havi 60 ezer forintról van szó egyébként, ez a fizető bruttó 60 ezer forint, de hogy akkor ők most veszettek egy helyet, és nem tudom. Tehát, de mondom, mi ebből a szempontból szerencsések vagyunk, mert nem az van, hogy 26-an akarnak egy pozícióba menni, és akkor feltételezem ezért érzik ezt a dolgoknak, hogy minél több helyet szerezzenek egymásnak. De hát erről Ferencvárosban is tudnék mesélni, hogy ott kinek mi volt a fontos. Egyébként, és például amikor ezt szerintem így érdekes is lehet, hogy amikor ugye nálunk megszüntettük ezt az értelmetlen vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságot, akkor ezt megpróbáltuk Ferencvárosba is. Nem támogatta egyébként az ottani ellenzéki többség. Újpesten ugye ott nem vagyunk bent, tehát nem tudtuk előterjeszteni, de ott is kérdeztük, hogy ezzel mi van, meg hát megírtuk, és ott az volt a válasz egyébként a jegyző részéről, hogy ez egy hagyomány, tehát ez egy fontos hagyomány Újpesten, hogy semmiért kapnak pénzt az emberek, de a legesleg viccesebb egyébként még egy hely van Budapesten, ahol van ilyen értelmetlen bizottság. Semmiért, mert egy évente egyszer kell összeülni. Hát évente egyszer, ugye az első szavazás az, hogy megszavazzák a napi rendet, és az a napi rend, hogy majd egyszer szavaznak arról, hogy leadták a képviselők a vagyonnyilatkozatot, amit hát ugye nem ők néznek meg. Azért ez egy felelős munka. Persze, bejön a hivatali néni, és elmondja, hogy leadták, és akkor mint ezt meghallod, akkor megszavazod, hogy leadták. Tehát ez a meló, ezért egyébként havi fizetés jár, tehát nem csak abban az alkalommal, amikor van. No, és a 11. kerületben ott érezhették, hogy ez kevés, és hogy ez valamit még kéne csinálniuk, és kitaláltak maguknak egy új feladatot, jelesinte az, hogy ők 3 havonta összeülnek, és szavaznak arról, hogy hány százalékkal csökkentsék azoknak a képviselőknek, illetve külsős bizottsági tagoknak a fizetését, akik hiányoztak ezekről a ülésekről. Mindig van egy kis beszélgetés, és mindig az előterjesztés, hogy 0%-kal csökkentsék ezeknek a fizetését, és akkor megszavazzák, hogy 0%-kal azért én csökkentsék. Előbb kérdeztem, tehát, hogy sokat tanultál az önkormányzati munkában a magyar politikából. Szerintem sokat. Hát igen, lehetett látni ilyen vicces részeket. Meg lesz ez tőletek valaha másképp? Attól, hogy ti vagytok, hogy a kutyapárt létezik? Hát mondom, nálunk is tényleg nem nagy dolgokat, de apróságokat sikerült. Tehát amiket felsoroltam, meg akárhogy nálunk az egy csoda volt, hogy egyáltalán elkezdték közvetíteni a testületi üléseket. Ezt nagyon régóta szeretném. Mert nincs sok és rövid, tehát sok időt nem rabol. Igen, de hogy ez volt egy nagyon határozott ellenállás a helyi vezetés részéről, ezt sose csinálták meg, pedig azért tényleg, ha már kérdezel valamit, legyen már egy felvétel, tehát nem tudom. És akkor mi elkezdtük azt csinálni, hogy akkor felvettük mi az üléseket, vagy hát közvetítettük igazából élőbe. És akkor ez egy elég fura helyzet volt ugye egy pár hónap után, hogy igazából csak a kutyapárt oldalán lehet megnézni, hogy mi volt a 12. kerületi testületi ülésen, a önkormányzat weboldalán nem. És akkor ezzel el lehetett érni, hogy közvetítsék. Tehát én tényleg azt mondom, hogy el lehet érni dolgokat.
nekünk az utcai akcióink is csomószor ilyenek voltak, tehát hogy nem mi igyekszünk megoldani a problémát, csak felhívjuk rá a figyelmet, hogy ide mondjuk kéne egy zebra, vagy egy szemetes, vagy stb. Ott is rengetegszer működött egyébként. Szóval én azt gondolom, hogy ha viszonylag ötletes, meg érdekes dolgot tudsz kitalálni, vagy valami, akkor azért tudsz így hatni a valóságra, persze. Ha polgármester leszel, akkor is tegeződsz mindenkivel? Szerintem az oltán is tegeződik, úgyhogy ezt a helyi szokást, ezt igyekszem majd megtartani. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszi. Örülök, hogy beszélettünk. A Kétfarkú Kutyapárt elnöke volt a vendégünk, Kovács Gergő. Köszönjük a figyelmüket. Jövünk legközelebb is egy hét múlva, viszontlátásra.